Horn Tamás a következő vendégünk, az Adománytaxi Alapítvány alapítója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz! Mert hogy elindult az Adománytaxi Alapítvány ágygyűjtő álom kampánya vagy akciója. Mi ez pontosan? Mit gyűjtötök? Felajánlásokat, pénzadományt vagy kifejezetten ágyakat? Mindkettőt gyűjtünk. Egy nagyon egyszerű célja van ennek a kampánynak. Szeretnénk ágyhoz juttatni azokat a gyerekeket, akiknek még sosem adatott meg, hogy saját ágyban aludhassanak. Ez igaz, hogy 50 ezer gyermeknek ez egy felmérés alapul? Nincsen Magyarországon saját fekhelye, jól értjük? Kiegészíteném, mert Bas László a kuratórium tagja, egyébként szegénységkutató, ő készített körülbelül 2 éve, vagy az ő részvételével készült egy kutatás, és ez a szám jött ki, hogy körülbelül 50 ezer gyereknek nincs saját ágy, ami nem azt kell érteni, hogy nincs hol aludnia, és a földön alszik, a nem kövön, egyetül. De hogy általában többen a testvéreivel, vagy nem megfelelő a fekhely, vagy bizonyos szempontból nem ideális, úgyhogy mi erre a problémára találtuk ki ezt a kampányt, úgyhogy a Budapesten felhalmozódó, feleslegessé vált gyerekágyakat próbáljuk eljutatni ezekhez a családokhoz. Minek hát az eljutatása is egy külön probléma, gondolom, ezzel is foglalkoztok? Tehát adományok ezzel kapcsolatban is érkezhetnek, mármint fuvarkapacitás? Igen, vannak szállító partnereink, de nagyon örülünk, hogyha még érkeznek. Ez egy drága projekt, a mi szervezet méretünkhöz képest mindenképp, úgyhogy az ágyak mellett természetesen pénzadományt is gyűjtünk, és ha véletlenül akadna olyan szállító cég, aki vállalja, és van-e szakértelme, mert azért ez nem egy egyszerű dolog, akkor azt is szívesen fogadjuk. Mi okozza a legnagyobb nehézséget? Mert azt mondod, hogy drága projekt, a szállítás, vagy a koordinálás, vagy mi az, ami a legnehezebb nektek ebben? Azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon sok levelet kapunk és felajánlást, nagyon sok ember szeretne bútorokat is adományozni, de ezt az országban gyakorlatilag senki nem csinálja, és pontosan ezért, mert ez egy drága műfaj, ezt nem tudják az önkéntesek a kis autójukkal megoldani, és a szállítók sem szívesen vállalják, úgyis nagyon nagy macera, úgyhogy nem véletlenül. Tehát a logisztikák, gondolom, egy külön sajátos probléma, szétszórt helyekről egészen más helyekre elszállítani. Igen, hát ez egy macerás dolog, de szerencsére sikerült olyan partnereket találni, akik szívesen segítenek ebben. Hogy viszitek le, tehát kihez viszitek le, azt hogy nézitek meg? Leellenőrzitek, vagy jelentkezni lehet nálatok, hogy nincs egy, és szükség lenne, igényt tartanának rá, és aztán ti leellenőrzitek, hogy tényleg így van. Ezt a részét hogy logisztikázzátok ki? Mi alapvetően egy partnerhálózatot építünk, már 60 településen voltunk az országban, mindig megbízható helyi kapcsolattartókkal dolgozunk, akiknek megvan a kellő terepismerete, ismerik a közösséget, tudják, hogy hogyan érdemes ezt csinálni, úgyhogy ők csinálnak helyben igényfelmérést, és így alakul ki egy településenként egy gyerekágy szám, és akkor ezt próbáljuk mi kielégíteni. Most például 10 település jelentkezett a partnerhálózatunkból, ez még nincs meg a pontos számban, várhatóan 200-300 ágy lesz, aztán, hogy mennyi jön össze, azt meglátjuk. Igen, mert a tavalyi eredményekről tudunk, hogy 162 ágyat sikerült eljuttatni, akkor ezek szerint idén ezt megduplázni tervezitek nagyjából? Jó lenne, igen, egyébként már 220 ágynál jár a program, de a tavalyi kampány a 162-t hozott, és most jó lenne, hogyha ezt igen. Azt mondd el még kérlek, hogy lehet jelentkezni? Tehát aki szeretne ezt igénybe venni, illetve aki felajánlást szeretne tenni, az hol tud jelentkezni, mi ennek a legegyszerűbb módja? Készült egy honlap a kampányhoz, az adománytaxi.hu/álom. Ott minden egyértelműen le van írva, egyrészt ugye lehet ágyfelajánlást tenni, másrészt lehet anyagilag támogatni minket, illetve van egy harmadik opció, ki lehet nyomtatni egy ilyen kis szóróanyagot, amit ki lehet függeszteni óvodákban, iskolákban, liftben, irodai konyhában, tehát hogy lehet terjeszteni, hogyha valakinek ez az egy módja van. Hogy abszolút. Óriási dolog az a segítőkész embereknek a felajánlása, és ezt összeszedni ugye nem egy egyszerű logisztika, hogy mondtad, de esetleg bútorforgalmazó, bútorgyártó cégekről, ilyen stokkáru, megmaradt, egyebek ilyen felvetődött már, vagy ajánlottak fel ilyesmit? Mert könnyebb lenne egyben nagyobb tételeket szállítani. Felmerült, de ugye nekünk a specialitásunk, hogy megpróbáljuk összekötni a felesleget a szükséglettel, a fővárosi segítő szándékot a mély szegénységben élők igényeivel, úgyhogy arra próbálunk fókuszálni, ami itt már feleslegessé válik, és valaki szívesen megszabadulna tőle, és szeretné, hogy jó helyre kerüljön, ebbe próbálunk segíteni. Például a szokásos őszi-tavaszi ilyen lom, hogy van, mi ez a lomi program, mikor kidobálják az emberek, onnotatok arra, hogy megkeresni, mielőtt még az utcára kerülne, és akkor egy ilyen fókuszál ezekre az időszakokra, hogy begyűjteni az ágyakat?
Picik vagyunk még, tehát a kapacitásunk véges, nem véletlen, hogy most csak egy 3 hetes kampányról van szó, de a jövőre az a terv, hogy egész éves programmá váljon ez a dolog, és akkor akár a lomtanításokkal is össze lehet ezt egyeztetni. És egyébként az adománytaxinak többféle programja is van, időnk már nincs, hogy ezt végigbeszéljük, de a honlapon ezek nyilván rajta vannak, úgyhogy még egyszer a honlapot mondd el. Adománytaxi.hu. Adománytaxi.hu. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.